A Voxnál meg azért is jó többek között dolgozni, meg filmes újságírónak lenni, mert az ember eljuthat a Cannes-i filmfesztiválra, ahogy ezt te idén is megtetted. Hanyadik alkalmad volt Cannes-ba, és hogyan kell elképzelnünk ezt a filmfesztivált, mert azt el tudom képzelni, hogy beülsz egy filmre, megnézed, és a végén tapsolsz. De hogy közötte mi van? 2003-ban voltam legelőször Cannes-ba. Azóta egy alkalmat hagytam ki, amikor a fesztivál története alatt először elmaradt 2020-ban a Covid miatt a rendezvény, tehát mondjuk úgy, hogy 18 Cannes-i filmfesztiválon vettem részt, ezzel az időt megöregettem, és hogy például mit csinálunk, hát ez egy eléggé gyilkos túra egy Cannes-i filmfesztivál, mert filmeket nézünk, persze minden filmet látnak, mert filmörültek vagyunk, és nincs olyan, hogy kihagyunk valamit, és elmünk a strandra, vagy eszünk, vagy iszunk. És akkor előre be kell jelölnöd, hogy te miket szeretnél megnézni? Abszolút kell csinálni egy schedule-t, egy órarendet, amelyben valahogy nem csak a filmnézést kell bele szuszakolni, hanem van egy, hogy mondjam, egy az interjúknak is helyet kell szorítani, tehát akkor itt el kell gondolkozni, hogy akkor az interjú megérje, hogyha annyit kell sétálnom, ebbe a szállodában, abba a szállodában van, érdekel ez az ember annyira, érdekelni fogja az olvasókat, és a legdurvább, amiben kell egy napozó szakolni, az a cikkírás.